Halak, október, második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Nos, különleges ez az időszak, hiszen október 14-én napfogyatkozás, október 23-án holdfogyatkozás, és karmikus időszak lesz ez. De erről lesz külön videóm. Na nézzük! Pozitívum. Egy picit belekukkantunk ebbe a karmikus folyosóba. Négyes érmék, van pénz, ó, van pénzünk, és ilyennek kell lenni, mint ez az úr. Vigyázz a pénzére. Így van, nem engedi el, de nem ám. Tehát nem adunk kölcsön, nem mászunk bele valamilyen üzletbe. Nem érdemes. De van pénz. A négyesek stabil anyagi helyzetet mutatnak nekünk. 9 botok tűz energia. Meg tudjuk védeni magunkat? Igen. Meg tudjuk védeni a pénzünket? Igen. A 9-es azt üzeni, hogy elérjük a célunkat. Tehát ez maga a siker. Nem könnyű ez az út. Vannak akadályok, vannak problémák, de sikerül mindent megoldani, legyőzni akár az ellenséget. A királynő, maga a kard, nagyon gyakran ez a királynő vagy vízöntő, vagy ikrek, vagy mérleg lehet. Adhat egy nagyon jó tanácsot például. De egyébként ilyennek kell lenni, mint ez a királynő. Mint ez a királynő. Maga az ész, maga a józan ész, maga a logika. Ez a királynő. És még egy királynő. Nos, nézzük csak. Ez viszont maga a halak. A kelyhek királynője. Tehát királynők és királyok leszünk. Ezt üzeni ez a kártya. Na most, én azt mondom, hogy most milyennek kell lenni? Kettő az egyben. Tehát itt vagyok én, mint maga a halacska, de közben, ugye ez vízenergia, az érzelmek, de közben itt a józan ész is. Ebben az időszakban ilyennek kell lenni. És egyébként, ha közelebb hozom ezt a kártyát, ott vannak a pillangók. Az az új élet, az új lehetőség. A kard az maga az információ is. Jöhet egy új információ, egy segítség. Na nézzük csak. 2-es, a tervek, nagyon jó tervezni, nagyon jó készülni valamire ebben az időszakban, nagyon jó a botok, 2-es tűzenergia, nagyon jó tervezni. Hogy is legyen? Valamit már elértem az életembe, de még valamit szeretnék elérni, ugye az élet nem áll meg, haladunk tovább, új álmokat, új célokat ki lehet tűzni. Nagyon jó ez az időszak, tervezni. Nos, itt van a 9-es botok, és itt a 10-es. Elérjük a sikert? Igen, még egy picike maradt, még bírni kell. Nagyon nehéz cipelni nekünk ezeket a botokat. Nehéz az a teher, nehéz az a súly. Akár azok a gondok. De elérjük ezt a bizonyos várat el. Egy picike maradt még. Mit is jelenthet ez a kártya? Valaki lehet, hogy vizsgázik. Túl sok a vizsga, túl sokat kell tanulni. Nehéz az a teher. Nehéz. Bírni kell. Még egy picike is sikerülni fog. Belekukkantunk egy picikét a negatívumba. Nos, a negatívum, karmikus kártyát kaptunk, és ugye ez maga a karmikus folyosó,
Benne vagyunk. Keményen. Maga a végítélet. A jogi ügyek is ide szoktak tartozni, a bíróság is. Igen, itt lehet valamilyen probléma. Valamilyen dolog, valamilyen ítélet, valamilyen hírt kaphatunk, ami nem kedvező nekünk. Lehetséges. Valamilyen esemény, amit viszont nem tudunk elkerülni. Tehát a negatívumot el lehet kerülni. De nem ezt. De nem ezt. Nos, az uralkodó itt van. Nagyon kemény ez a kártya. Főleg, hogy negatívumot nézzünk. Kemény ellenfél. Nagyon gyakran kos, vagy ilyen típusú, mint a kos. Az uralkodónak van pénze, vannak kapcsolatai. Nehéz ellenfél. Tehát nehéz vele harcolni. Nagyon nehéz. Lehet, hogy ő akadályoz minket valamiben. Tehát tőle függ ez a bizonyos dolog. Nem kapjuk meg az engedélyt ettől a szemétől. Ez lehet akár egy főnök, akár egy családtag, akár maga a bíró lehet, igen. Megyünk tovább. És itt egy herceg. Herceg. Ott vannak az üzenetek. A herceg üzen nekünk valamit. Valamilyen rossz hírt kapunk. Ez a kártya is mutat híreket. Ez is egy rossz hír, egy kellemetlen hír. Az utazás lehet, hogy nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, vagy el kell ezt halasztani egy utazást. Ez is benne van a pakliban. Hetes, az illúzió. Az illúzió. Nem látjuk, vagy nem akarjuk látni világosan azt a bizonyos helyzetet. Na most fel kell ébredni ebből az illúzióból, igen, ebből a rózsaszín világból, igen. Ki tud nekünk ebben segíteni? Határozottan ez a királynő, ez a kard. Mert ő maga az ész, ő ki tud minket józanítani, ő fel tud minket ébreszteni, ő fel tudja nyitni a szemünket, olyoj, ez maga az ész, az éles ész maga, mint a penge. Valami kiesett, na nézzük. A nulla, a bolond, nem szabad most ilyennek lenni, nagyon vakmerő ő. Nem szabad ilyennek lenni, nem szabad beleugrani az ismeretlenbe, abba, amit nem ismerünk, nem foglalkoztunk vele, nem is értünk hozzá, most nem. Érdemes várni, az nem jelenti azt, hogy később nem lehet. Éppen ebben az időszakban nem szabad ilyennek lenni. Igen, szokták mondani, aki mer, az nyer, de nem most. Na nézzünk. Nos, még egy herceg. Kard, ó, ez a kártya mutat veszekedést, háborúzást valakivel. Konfliktust mutat keményen ez a kártya. Ez maga a konfliktus. Aha. Innen húzunk egyet, aztán húzunk még plusz. Az erő. Nos, ez viszont csodálatos. Ez viszont csodálatos. Erősek vagytok, jó? Ezt nem szabad elfelejteni. Ha erről a konfliktusról van szó, ha netán jön egy olyan nehéz ítélet, ami nagyon-nagyon megkeseríti az életünket, meg erősek vagyunk, bátrak vagyunk. Ez lelki erő. Le tudjuk győzni az oroszlánt, meg tudjuk szelídíteni az oroszlánt, igen. Le tudjuk győzni az ellenséget? Igen, határozottan igen. Hiszen a pozitívumon is lehet látni, hogy ezeket a nehézségeket le tudjuk győzni. Tehát itt akár itt is támadhatnak minket, megbirkózunk. Egyedül, ez nagyon fontos, egyedül. Ez a kártya is azt üzeni nekünk, hogy egyedül megbirkózok mindennel. Meg tudok oldani mindent. És ez a kártya is, itt egyedül, senki nem segít. Vagy itt képviselhetek valakiket, a vállalkozásomat, a munkatársaimat, például
fizetésemelést követelünk. Kész. És képviselem őket. Sikerülni fog. Itt az erő. Miért jó még ez a kártya? Legyőzni a saját démonainkat. A félelmet például. Az is nagyon tud minket korlátozni, a félelem. Hogy na, kész, félek tovább menni. Félek elérni a célomat. Jó? Vagy ahhoz is kell lelki erő, hogy lemondjunk az alkoholról, ez a kártya is például mutat alkoholt, alkoholizmust, alkoholfogyasztást. Igen. Igen, a mérgek is ide tartoznak, a cigarettát, stb. Erősek vagyunk. Na de plusz információt kérünk szépen, megnézzük azért még a zöld boszorkány mit üzen nekünk. Itt is nézzünk. Nézzünk egyet, a pozitívumra is dobunk egyet, a negatívumra is dobunk egyet. Na nézzük. Az ász, az érmék, az egyik Jolly Joker, az itt van, a csoda. A csoda, a lehetőség, a siker. Az itt van, az érmék. Pénz, igen, az érmék. Egészség, igen. Nagy dolgok. Nagy dolgokat mutat ez a kártya. Tehát, nem félünk a pozitívumtól, eldobjuk, kész. A régi időkben, amikor kijött ez a kártya, akkor abba is hagyták a jóslást, mert tudták, hogy minden jóra fog fordulni. Minden jó lesz, és annál is több, sokkal jobb. És én egyébként a régi időket képviselem, természetesen muszáj haladni a korral. Régen nem volt internet, most van internet, az internet például a kardokhoz tartozik, itt az interneten is mehetnek a csaták. A közösségi médiában is. És ugye a kard az maga a beszéd, a kommunikáció, az írás. Írhatnak nekünk csúnyákat, vagy rólunk csúnyákat. Nos, és egy negatívum, 9-es, kelyhek, hoppa. Például beszéltem az alkoholról, 2 darab ilyet kaptunk, jó? A kelyhekhez hozzátartozik, ugye ez vízenergia, ez Neptunusz energia. Tehát az alkohol, a mérgek ide tartoznak óvatosan ezen a területen. Jó. Plusz információ még, valaki, hát nem örül a boldogságunknak, mert ez maga a boldogság. Ez az a kártya, amikor az összes kehely megtelik örömmel, boldogsággal. Tehát valakik ezt meg akarják akadályozni. Na most, hogy kik ezek? Ugye itt van nekünk egy uralkodó, ő kemény ellenfél, így van, ő meg tudja akadályozni a boldogságunkat, ő igen. Ezek a lovagok, hát ezekkel azért könnyebb dolgunk van, ezekkel a lovagokkal. Ők ilyen fiatalosabbak. Nagyon gyakran ez a lovak rákhalak vagy skorpió, ez viszont mérleg, ikrek vagy vizöntő. Mehet ez a csata, ez a harc. Plusz információ valakinek, harc a szerelemért, jó? De itt van azért valami a háttérben, van valami zajlik, nem látjuk. Tehát rózsaszín világban élünk, ki kell józanodni. Valami van. Valami van. Még egyet dobunk középre. Itt van. Nos, milyen érdekes. Itt az erő, tűzenergia. És itt a király, a boltok, tűzenergia. Ez a király is meg tudja szelídíteni ezt az oroszlánt. Bátor. Harcos. Ő áll a hadsereg élén. Ő nem bújik el a hadsereg mögé, nem. Na, ilyennek kell lenni a halacskáknak, mint ez a király. Bátornak, harcosnak, céltudatosnak.
enyém a világ. Ennyi. Ez az egyetlen kártya, ami kicsit aggaszt engem. Ez az egyetlen, mert karmikus. Megnézzük a többi kirakásokat majd. Megnézzük. Ugye lesz még egy október, de a karmikus folyosó majd az lesz az igazi érdekesség. Mert ez maga. Ott van valami. Valakinek még le kell ezt dolgozni, azt a bizonyos karmát. Van még karmikus adóssága. Még ezt le kell dolgozni, még ezt beszedik a fenti erők. Ez az ötös, ez a érmék, a pénztelenség és a betegség kártyája. Itt valamit még meg kell fizetnünk. Nos, ez egy plusz információ valakinek. Nem szabad elfelejteni, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát ott az erő, ott a bátor erő, és nem szabad elfelejteni, hogy milyen Jolly Jokert húztunk. Jó? Az egyik legcsodálatosabb kártya. Az ász, az érmék. Minden megoldódik. Minden jóra fordul. A tarot az olyan, hogy tényleg a pozitívumot provokálhatjuk, és a negatívumot azt elkerülhetjük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!